Köszöntöm Önöket, ez már a Weekend második része, a december, a karácsonyi és az évvégi bulik időszaka. Egyik alapvető eleme a hölgyeknél a smink, de hogy milyen az idei trend, vendégemmel erről is beszélgetek, hiszen itt van Török Andrea, valamint a modellje Vivien. Sziasztok! Szia! Na hát milyen alapvető dolgokat mondaná, ha 2016 karácsonyi vagy szilveszteri sminkjéről van szó? Mindenféleképpen a ruhához szoktunk sminkelni. Általában ilyenkor fényeket szoktunk használni, ezt selyemporral tudjuk elérni, és így sokkal alkalmibb lesz a smink, mint egy matt szemhéjpúderrel. Ha karácsonyra gondolok, akkor egyértelműen a piros, az aranyszínek dukálnak, akár mondjuk a sminkben is ezt erősítjük így ilyenkor? Így van, igen. Milyen színeket fogsz használni Vivien sminkjénél? Barnát és fehéret. Az alapozás az úgy látom már megtörtént, az az alapja minden sminknek. Mire figyeljünk amúgy az alapozás után? Mi az, amit használjunk, vagy mi az, amit abszolút ne használjunk mondjuk egy karácsonyi sminknél? Hát én igazából mindig a modellnek az arcát szoktam nézni, mert hogy az befolyásolja, hogy egyáltalán, hogy milyen sminket rakunk, milyen színű sminket, és hogy barnitót, vagy esetleg pirosítót használunk, mert ez sem mindegy. Meg hát gondolom, az sem mindegy, hogy mondjuk Viviennek barna, vagy szőke haja igen, van. Igen, pontosan. Ha karácsonyra gondolok, akkor nekem nem csak a piros és aranyszínek jutnak eszembe, hanem mondjuk a csillámporok. Ez divat még egyáltalán manapság? Én megmondom őszintén, én csillámporokat nem szoktam használni, azt inkább szilveszterre, ott belefér. Én ilyenkor csak a selyemport szoktam használni. Főleg ilyen karácsonyi partik, ugye ilyenkor vannak az évzáró bulik, és arra ezeket. Ha karácsony, akkor mondjuk tüzes piros rúst is el tudok képzelni. Igen. Akkor gondolom egy ilyen szolidabb szemhéjpúdert használjunk? Vagy akár ilyenkor fel lehet borítani ezeket az alapvető szabályokat? Én úgy szoktam, hogy és mindig azt erősítem, hogy vagy a szemet emeljük ki, vagy a szájat, mert hogy a kettő együtt már sok. És tehát, hogyha egy piros rúst használunk, akkor egy nagyon natúr szemet szoktunk csinálni, maximum feketével kihúzzuk. Jó, hát én adok nektek teret, alkossatok, mert én átlibbenek a másik díszletünkbe, mert ott nem feltétlen csak a karácsonyi sminkekről lesz szó, hanem a ruházatról, illetve hát már a szilveszteri öltözékekről is. Vendégem Rabócsi Renát, a divattervező, akinek hatalmas gratuláció, hiszen... Ha jól tudom, pár nappal ezelőtt kaptad meg a Szakma nagykövete címet, gratulálok. Köszönöm sok szeretettel. Szépen, mit is jelent ez? Az iskolámtól kaptam, a Veselényi Miklós szakközépi szakiskolától kaptam a Szakma nagykövet, illetve a szakképző centrumtól kaptam a Szakma nagykövete címet. Minden iskolában kiválasztották a jeles diákokat, akik már azóta valamit elértek a pályájukon. Nagyon nagy megtiszteltetés, tehát meglepetten álltam, hogy milyen emberekkel lettem én Szakma nagykövete, nagyon nagy elismerés, tényleg hihetetlen. Amiért úgy érzem, hogy jó, és mindenképpen elfogadtam, és mindenképpen szeretnék tenni érte, a diákoknak megmutatni azt, hogy akár egy egyszerű szakmával milyen sok mindent el lehet érni, tehát sikeres lehet bármilyen szakmával az ember, hogyha van hite, kitartása és akaratereje. Te ott annak idején a Veselényiben milyen szakot végeztél? Nőiroha készítő szakot. És igen, nagyon sokan megijednek, hogy ó, ez csak egy egyszerű szakma. Hát dehogy is, hát attól függ, hogy hogyan éled meg, hogyan teljesedsz ki a szakmádban. Igen, mint te, amikor az oklevelet kaptam, akkor is divattervezőnek konferáltak fel, és én mondtam, hogy varrónő vagyok. És ezért ezen ledöbben mindenki. És azt gondolom, hogy engem nem degradál az, hogy varrónő vagyok. Én büszke vagyok rá, és inkább nevezem magam varrónőnek, mint divattervezőnek. Mert ugye nagyon-nagyon sokan futnak bele ebbe, hogy ők divattervezők, és szakmai tudás nincs hozzá. Havonta 5000 divatcég jelenik meg a világban.
ha vonta 5000. Úristen! Ez pontosan azért van, mert nagyon sok ember azt hiszi magáról, hogy divattervező, és mondva csinált varró nőkkel próbálnak elkészítetni egy-egy kollekciót, ami nyilván nem olyan sikeres. Én sem úgy kezdtem, hogy már mindent rögtön tudtam. Ez azért 15 év tapasztalata, amit most tudok, és remélem, hogy nem ez a tudásom csúcsa, és ennél még sokkal több mindent fogok tudni és elérni. Milyen jó, hogy ez a vágy benned él tovább, és igenis fejlődni szeretnél még, miközben láthatják a nézők is, hogy csodálatos ruhakölteményeket készítettél most is, amit idehoztál a stúdióba, már ugye a szilveszteri hangulatot, a karácsonyi szilveszteri hangulatot idézi, két teljesen különböző stílust hoztál. Mesélj először a fekete-fehérről, majd erről a nagyon csilli-villi ruháról itt mellettem. Én azt gondolom, hogy szilveszter, karácsony, van egy elegánsabb vonala a szilveszternek és a karácsonynak is, meg van egy bulisabb, tehát egy fiatalosabb. És na, egy... az a bulis. Igen, tehát ha a buliba megyünk, akkor igazából lehet rövidebb és kicsit extrémebb, viszont hogyha bálba megyünk, akkor legyen finom, visszafogott, szolid, de mégis feltűnő és mutatós. A feltűnő, mutatós és szolid, az abszolút ez a pezsgő színű, ugye? Hát arany. Arany pezsgő színű ruha itt mellettem. Ez milyen anyagból készült, és milyen díszítés van rajta? Ezek kövek? Nem. Vagy flitterek? Aha. Még az sem. Még az sem? Na, még hát sem. Látszik, hogy nem vagyok se divattervező, se semmi. Na? Tehát az alapja az tül, és... egy különleges technológiával készült az alapanyag, igazából ragasztva van rá brutális mennyiségű csillámpor. Csillámpor? Én azt hittem hirtelen, tudod, én mini flitterek vagy. Tudod, ez már valami. Egy ilyen nagyobb szemű csillámpor. De gyönyörű, és tényleg mennyire ékesíti a ruhát. Még egy picit visszatérve amúgy a sikerekre, hát nem csak azt mondhatjuk el, hogy te a szakma nagykövete lettél, hanem igenis ezekkel a ruhákkal egyre több helyen ott vagy, akár mondjuk különböző díjátadókon az ismertebb emberek a te ruhádat választják. Ezt hogyan éled meg, hiszen ez tényleg siker? Hát azért engem már régebb óta keresnek Budapestről, és keresnek meg hírességek. Évek óta viselik a ruháimat mindenféle gálákon, rendezvényeken, eseményeken, és ez az érdekes, hogy míg Pesten már ismernek, Budapesten már ismernek, elismernek, Nyíregyházán úgy figyelnek fel rám, hogy Pesten valakin volt a ruhám. Tehát ez érdekes, tehát egy kicsit fordított, hogy én már korábban itt voltam, és többen keresnek Budapestről, Dunántúlról, külföldről, mint Nyíregyházáról. Közben látják a nézők, hogy hogyan készül a másik stúdió részletben a smink, hamarosan visszalibbenek oda Andiékhoz megnézni, hogy hogyan állnak. Egy kicsit engedj a kulisszák mögé minket, mennyire zizik ezek az ismertebb hölgyek. Gondolok itt arra, név nélkül akár, hogy volt olyan, aki azt mondta, hogy hú, Reni, nekem ez így nem jó, vagy kiverte a hisztit, vagy kicsit előjött belőle az érzékenyebb, ismertebb ember. Volt ilyen egy-kettő? Mint mondjuk annak idején, mondjuk ha nagy amerikai sztárokra gondolok, akkor mondjuk hallhattuk, hogy Cher is hasonló szindrómában szenved, vagy Jennifer Lopez. Van itt egyáltalán ilyen? Nekem az a tapasztalatom, hogy aki valóban sikeres, művész, elismerhető, tehát nem csak egy úgymond celeb, hanem tényleg művész, és nagyon sokan elismerik a munkáját, ő finomabb, visszafogottabb. Aki nem feltétlenül mondhatnánk azt, hogy hatalmas pályát futott be, és nagyon sok mindent letett az asztalra, ők inkább egy kicsit hisztisebbek. De amúgy szerintem azt hiszem, hogy a legtöbb ember, aki hozzád kerül, vagy a te kezeid, álmaid alá kerül, az azért elismeri a munkát és a szakmai tudást. Én tényleg köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, meg hát behoztad ezeket a csodákat ismételten. Gratulálok, és hát köszönöm további szépen. Sok sikert neked. Én akkor, ahogy megígértem, ugye átlibbenek Andiékhoz. Hogy haladsz, Andi, amúgy a sminkel? Alakul. Alakul? Alakul, de... Na?
Azért ez a pár perc. Nem hiszem, hogy honnan leshetem. Ó, hát tényleg alakul. Na mesélj, hogy milyen technikát használsz, hogy lessünk el valamit a te munkádból. Én mindig a sötétebb színekkel szoktam kezdeni, amit kívülről, szemzók felé haladva szépen elsatírozunk. Aztán középre szoktam egy fényt rakni, és azt mindkét irányba szépen elsatírozok, és így lesz egységes. Aha. Aztán a szemzókba pedig, és felülre a szemöldök alá, általában fehéret szoktunk használni, mert ez megemeli a szemet, és ez fogja kiemelni az egész sminket. Azt nézem, hogy Viviennek műszempillái vannak. Igen. Akár mondjuk ilyen elengedhetetlen kelléke, fifikája is lehet a műszempilla karácsonyi ünnepi sminkünknek? Nagyon feldobja, és teljesen más lesz tőle az arc, sokkal nagyobb szem. Ugye a nők mindig erre vágynak, hogy nagyobb szemük legyen. Hát ez egy ilyen 2-3 perc egy ilyen műszempillát felrakni. Én mindenkinek tudom javasolni, hogy 2-3 perc alatt akár ilyen hatalmas szemeket is varázsolhatunk. Kivéve, hogyha 326 darab kis szálas műszempillát rakunk, mert akkor gondolom az én egy-másfél óra alsó hangon. Igen. Milyen színeket javasolsz amúgy mondjuk a szőke hajú hölgyeknek, hogyha már ugye Vivien van itt nekünk, hogy ez a naturálisabb színek mellett még mi az, ami nekik jól áll? Persze arcformától is függ ez. Hát én mindenféleképpen a szőke és kékszemű lányoknak a barnának az árnyalatait. Ez lehet sötét, világos, de inkább keverve, egy sötétebb, nem teljesen mondjuk sötétbarna, és egy világos. És a ez barna hajú hölgyeknek, fehér. Például amikor ugye magadat sminkeled. Rajtam is barna most. Igen. Fekete. Általában. A fekete egyébként bármelyik színnel kombinálható. Nyilván ez is egyénfüggő. Rabocsi Reninek vörös haja van, neki mit ajánlanál, tudod? Jaj, Renáta. Igen. Én Reninek is el tudnék képzelni egy füstös szemet. És nem emlékszem egyébként, talán kék a szeme. Már kimente, igen, talán. Igen. Neki nagyon jól állna egy fekete és egy arany vagy bronzos árnyalat még a feketével. És az is már ilyen karácsonyi hangulatban lenne. Igen. Jaj, de jó. Én hagylak téged alkotni, mert látom, hogy még van azért egy kis simítani való itt Vivien arcán. Már megtörtént a helycserés támadás, mint az előbb is mondtam, hogy Rabócseri Reni már nincsen itt a stúdióban, helyette Jakabné dr. Zubály Anna, szervusz! Szervusz! A trendekről, divatokról ugye beszélgettünk érintőlegesen egy kicsit Renivel is. Hát itt vannak ezek a ruhaköltemények, de mit illik viselni az ünnepi vagy éppen bulis decemberben, hogyha ilyen kicsit elegánsabb eseményről van szó? Ugye a december, illetve a évvége előtti időszakban, karácsony előtti időszakban, én most elsősorban a munkahelyi évzáró, karácsonyt megelőző munkanapokból kiszakadó ünnepkörre, illetve hát eseményekre koncentrálnék, mert itt már a szilveszterről és a karácsonyról beszéltünk, és hogy ott mit illik viselni. Ugye általános érvényű javaslatot nem tennék, mert mondhatnánk azt is, ahány munkahely, annyi szokás. Ugye attól függ, hogy egy-egy munkahelyen van egy dress code, azaz elvárás a megjelenésnek. Vannak olyan munkahelyek, ahol már a hétköznapokban is az általánostól eltérően nagyon elegánsan jelennek meg hölgyek és az urak. Nyilván az évet záró eseményeken, vagy mondhatjuk bulinak is, de nem minden esemény, tehát évzáró esemény megy át buliba, vagy lesz, vagy bulis jellegű. Éppen ez a lényeg, hogy attól is függ, hogy egy-egy évzáró esemény, tehát egy-egy munkáltatónál, egy-egy cégnél milyen jellegű eseményről van szó. Egészen a hát, kocintá, hol, mert és ugye hol természetesen. Azon is gondolkodom, hogy lehet olyan céges buli, ami mondjuk bent a cég központjában pontosan, hogy valaki mondjuk egy étterembe szervezik. Így van, tehát egészen a munkahelyen történő kocintástól kezdődően
az állófogadáson át az ültetéses igazi díszítkeztetésig terjedhet. Ott már lehet, hogy ilyen ruhát kellene felvenni. Hát ott már lehet, de azért egy munkahelyi évzáró bulin ünnepségen azt gondolom, hogy ez túlzás. Mm. Tehát sokkal visszafogottabb kell, hogy legyen. Két hibát lehet elkövetni alapvetően, hogyha egy-egy eseményre túlöltözünk, vagy alulöltözünk. Ezért meg lehet figyelni, és úgy tapasztaljuk és érzékeljük, hogy amikor már tudjuk, hogy évzáró esemény lesz, akkor különösen a hölgyek között ugye megy a szóváltás, hogy mit vegyek föl. Ez egy örök érvényű dolog. Ugyanis az lenne a legjobb, és hát járható, hogyha a rendezvény szervező vagy az esemény szervezője közölné nem csak az időpontot és a helyet, hanem milyen jellegű az esemény, mert akkor mindenki tudja, mihez tartsa magát. Ez lehet, tehát ahogyan mondtam, egy egyszerű kocintás, de lehet egy előadással, egy színpadi előadással egybekötött, lehet étkezéssel egybekötött, ünnepélyesebb jellegű, nem tudom én, akár koncert jellegű is egy ilyen évzáró esemény, és akkor már tudjuk, mihez tartani magunkat, tudjuk, hogy mit kell fölvennünk, nagyjából Na, tudjuk. Na, akkor nézzünk egy egyszerű felvetést. Céges bulit szervez mondjuk az egyik, nem tudom, kisvárdai cég, és azt mondja a munkavállalóinak, hogy kicsi a cég, 30-an vagyunk, de szeretnék mindenkit egy ilyen karácsony előtti céges bulira elhívni. Étterembe megyünk, együtt vacsorázunk, majd utána átmegyünk egy ilyen zenés szórakozó helyre, kicsit kikapcsolódni. Mit vegyünk fel? Ott kezdeném, hogy egyrészt ugye étkezés, másrészt mozgás, harmadrészt pedig buli. Igen. Nagyon nehéz erre háromnak megfelelni, de gyakorlatilag nem is olyan nehéz. Ugye a hétköznapokból, a mindennapokból kiszakadunk, de ilyenkor törekszünk arra, hogy egy kicsit lazább stílust vegyünk fel, törekszünk arra, hogy elfelejtsük a mindennapok gondját, tehát feloldódjunk. Persze attól függ, hogy a buli is mibe megy át, tehát ezt mérlegelni kell. Igen. Ha nagyon bulis lesz a hangulat, akkor például a nagyon kis mini koktél szoknyák, azok veszélyesek. Inkább menjen mindenki. Ez igen, veszélyesek lehetnek. Fontos az, hogy azt is mérlegelni, tehát ez is egy nagyon fontos szempont, mikor öltözködünk, hogy az eseménynek és a munkatársaknak is, tehát a társaknak, a környezetünknek is öltözködünk. És azért a hölgyek ilyenkor nagyon sokszor elkövetik azt a hibát, hogy mondjuk amúgy a hétköznapokban egy ilyen nagyon magas nyakú ruhában öltözködnek, és mondjuk egy-egy ilyen alkalmat kihasználva dekoltáltabb felsőket, ruhákat vesznek fel. Gondolom, az is úgy. Azért tudni kell azt is, hogy téli időszak van, és a téli a színek is, és a formák is azért meghatározó jellegűek, kivéve mondjuk a szilveszteri alkalmat. Általában az figyelhető meg, hogy a sötétebb színek, tehát ilyen céges eseményeken sötétebb árnyalatok azok, amelyek olyan kellemes benyomást keltenek, és elegánsak lehetnek. A fekete az örök érvényű, nem teljesen fekete, föl lehet dobni, nagyon élénk színnel, nagyon visszafogottan, például övrész, passzrészt, válrészt, kis kabátka, lehet akár sárga, lila, piros, tehát ezek nagyon jók, de alapvetően nem a ruha alapszíne, az öltözék alapszíne, az inkább a sötét árnyalat. Lehet a sötét zöld, a sötét, mert hogy ne csak feketében gondolkodjunk, lehet a sötét zöld, a sötét lila, vagy a padlizsán árnyalata, a pirosnak egy ilyen mély piros is, nem a halsány, ilyen narancssárgás, piros, igen, akár. Inkább a bordó, tehát ezek a színek lehetnek, semmiképpen nem hosszú, tehát nem estélyi, nem is nagyon rövid, ilyen kis koktél ruha, és ez visszafogottabb is koktél ruha, ez nagyon jó lehet finom ékszerekkel, ott sem a halsányabb ékszerekkel, tehát a nagyon csillogó, a flitteres is egyéb ékszerekkel, de föl lehet dobni ezeket a színeket, és nagyon kellemes viselet. De most érdekes módon ugye ezeken az eseményeken, ez addig érdekes tulajdonképpen, amíg megjelenünk.
Ja, persze, hát, amikor mindenki mérlegeli, hogy tetőtől talpig, úgy egyben van-e vagy sem, új oldaláról lehet megismerni a munkatársakat, és érdekes azért, a megjelenéssel együtt nagyon sok mindent viszünk még be az eseménybe. Azon túl, ahogyan említettem, hogy megismerhetjük új oldalról a munkatársakat, főleg olyan helyen, ahol mondjuk íróasztal mögött, meg képernyő mögött ült, egész nap alig látjuk igazából a munkatársunkat, és megjelenik, látjuk az ízlését, látjuk a különlegességét, ahogyan mozog. Gyakorlatilag még azt is mondhatnánk, hogy egy-egy ilyen megjelenéses alkalomkor még konfliktusok, a hétköznapi munkahelyi konfliktusok is megoldódnak. De azt is mondhatjuk, új barátságok vagy szerelmek szövődhetnek, mert egy ilyen érzéssel, hogy ilyen is tud lenni, és nem csak a szürke hétköznapokban és a munkahelyen jelenik meg, hanem egy ilyen különleges alkalommal. Nagyon fontos azonban, hogy utána, tehát ne legyünk merevek, tehát ami nyilván az is fontos, hogy kényelmes legyen, mert tudjuk, hogy utána beszélgetés, evés, és hogyha buli is van, akkor buli, tehát azért tartson ki, és a stílusunk, a viselkedésünkben is jelenjen meg, hogy ez egy különleges esemény, és tisztelem a társamat, tisztelem a munkatársamat azzal, hogy megjelentem, És viselkedek is, és megpróbálok ugye a buli végéig azért valahogyan meg. Egy gondolatot még hadd említsek meg, a férfiak öltözködését, sokkal egyszerűbb, ők könnyebben meg tudják oldani. Viszont ugye nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy egy-egy munkatársunk, tehát annyira változatosan nem öltözködik a munk, de lehet elegáns, tehát hogyha egyszer látjuk, és azt mondjuk, hogy elegáns, mert öltöny, ing, tehát nekik ezzel talán ki is fújt a választék. Viszont legalább ők is tiszteljék meg annyira a munkatársakat, hogy kiöltöznek. Majd a buli folyamán lehet lazítani, lehet a zakót, lehet a nyakon lazítani, így van, de legalább addig, amíg megjelenünk, és amíg a köszöntő, az a nagyon-nagyon rövid köszöntő elhangzik. Én köszönöm szépen, Anna, hogy itt voltál. Én is viszonzok egy rövid történetet így a felvetéseidre. Évekkel ezelőtt egy karácsonyi bulit szerveztek egy nagyon jó barátomnak, vagy hát így a cége. Mindenki ilyen gyönyörű szép ruhába, ahogy mondott te is, kiöltözve, feketébe, elegánsan, stb., és ő pedig megjelent egy ilyen mikulásos, hóemberes, nagyon vicces norvég mintás, vagy nem is tudom milyen mintás pulóverbe, hát ő abszolút mást hit, úgyhogy tényleg érdemes ilyenkor megkérdezni mondjuk a munkáltatót, a kollégákat, hogy ti miben jöztök, amivel ugye kezdted a beszélgetéseket. Köszönöm szépen, de hát már lassan kész vannak itt a sminkesek. Andi, hát iszonyatos tempóban haladtál, konkrétan kész van, igen. Ugye? Nagyon-nagyon szép lett. Annyi, hogyha egy picit hátrébb lész Vivien mögé, akkor az a kolléga is tud érvényesülni egy kicsit. Milyen lett? Nézted magadat? Van tükör? Vagy meglepetés lesz majd a végén? A szájfény színét, vagy a rúzsnak a színét hogyan választottad ki? Keverni szoktam, a szemhez szoktam választani a rúzst. Egyébként ez egy testszínű rúzs, és egy magas fényű szájfényel van kiemelve. Miért ezt a színt választottad amúgy? Abszolút, amit beszéltünk az előbb, hogy az arcforma, a haj, a különböző szemszínek. Nem tudom, hogy mi az, amire még mindenképpen figyelni kell mondjuk egy karácsonyi sminknél. Mi az a tipp, amit adnál, mondjuk a szemet húzzuk ki feketére mindenképpen, vagy ezt inkább már hanyagoljuk? Nem. Direkt nem húztam ki Viviennek, mert ő egy picit visszafogottabb egyébként. És a műszempilla neki most pont elég. Amúgy nem tudom, divat, hogy túlszalad a tusvonal ilyen cicásra? Vagy már annyira nem. Már annyira nem. Tehát inkább alul-felül húzzuk ki, emeljük ki a szemet, de azért ne esünk. Igen, ez a cicás szem a tusvonalba kihúzva, ez még mindig a piros szájjal megy. Tehát egyszerűen, amikor csak a feketét használjuk, egy piros rúzzsal.
Nos, hát nagyon sok mindent megtudhattunk tőled is, és hát köszönjük szépen Viviennek a modellkedést, legközelebb is téged választunk majd. Nagyon szépen köszönöm, hogy segítségünkre voltál, remélem, hogy tetszett önöknek is a mai víkend, és hát Török Andrea a gyönyörű szép karácsonyi ünnepi sminkje. Munkatársaim nevében én köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, egy hét múlva találkozunk, addig is kívánok önöknek szép hétvégét, és jövő hétre pedig kitartást, a viszontlátásra.